Az év minden napján nagyon jó megtapasztalni azt, hogy milyen nagy szerepe és áldása van a csendességnek és az elcsendesedésnek. Mi is a programjaink során azt látjuk, azt érezzük, hogy mekkora ereje van az imádságnak, és én arra buzdítanék mindenkit, hogy az ünnepekben is figyeljünk arra, hogy személyesen is elcsendesedjünk, akár közösen, akár egyedül is, és imádkozzunk. És van erre egy ilyen nagyon jó praktika, a díszítés, a karácsonyfa díszítés, vagy mézeskalács díszítésnél minden dísz felhelyezésénél mondjunk el egy rövid imát valakiért. És lehet, hogy először majd soknak tűnik a dísz, de a végére majd talán rájövünk, hogy nem is elég. Mikor közéleti és kulturális témákkal foglalkozunk, vagy inkább közéletiekkel, akkor sok-sok vihart látunk, nagyon sok vihart tapasztalunk. Nagyon jó azt ugyanakkor tudatosítani nekünk, hogy annak a Jézus Krisztusnak a születésére emlékezünk, aki a viharon szilárd lábbal, a viharzó tengeren szilárd lábbal tudott átkelni, és még az elsüllyedőben lévő Pétert is ki tudta húzni. Azt kívánom mindenkinek ezen az ünnepen, hogy tudja megtapasztalni azt a békességet, amit Jézus erre a földre hozott, és így tudjon akár a családjával, akár egyedül, egy kicsit megnyugodva, őrá tekintve békésen ünnepelni. Azt üzenem az embereknek karácsonyra, hogy szeressék egymást, becsüljék egymást, tiszteljék egymást, egyenek jó nagyokat, igyanak egy pohár jó bort, nagyon pihenjék ki magukat, és minden olyat csináljanak, amit csak karácsonykor szoktak. Kívánom, hogy sok ajándékot kapjon mindenki. Karácsonykor nem az a fontos, hogy én mit üzenek az embereknek, hanem hogy az Úristen mit üzen nekünk. Ő a földre küldte egyszülött fiát, és ő eljött értünk, és szeretett minket itt a földön is, és most is szeret. És szerintem karácsonykor ez a fő üzenet, hogy ő mindenét adta azért, hogy nekünk jó legyen, és hogy ne felejtsünk el az ünnepek alatt erre emlékezni, és vele lenni, és meghallani, hogy ő mit üzen nekünk. Boldog karácsony!